Kedden elkezdődtek a futszál Európa bajnokság csoportmérkőzései a belgrádi Kombank arénában. A nyitó mérkőzésen Szerbia csapat a Szlovénia együttesével mérkőzött. Mindkét csapat számára rendkívül fontos volt az összecsapás, mert a győzelem a legjobb nyolc közé jutással ér fel. A szlovén válogatott már a harmadik percben megszerezte a vezetést, a szerbeknek azonban már a 12. percben sikerült egyenlíteniük. Az első játék részben nem is született több találat. A piros-fehérek kiválóan kezdtek a második féldőben, mivel már fél perc után megszerezték a vezetést. A mérkőzés végéig a hazai válogatott jobban játszott és további három találatot szereztek, végül 5 egyre megnyerték a mérkőzést. A bajnokság nyitónapján a magyar futszál is pályára lépett Belgrádban. A magyar együttesnek nehezebb dolga volt, mivel ők a hatszoros győztes Spanyolországgal mérkőztek a spanyolok bizonyították klasszisukat és 5-2-re legyőzték a magyar csapatot. A nemzeti együttes találatait német Péter és Drót Zoltán szerezték. A csapatnak ebből a mérkőzésben le kell vonnia a tanulságot és az ukránok elleni összecsapásra kell koncentrálniuk, mivel azt meg kell nyerniük, hogy tovább lépjenek a csoportból. Ízelítőt kaptunk az elit futcalból, mind a lövésekből, mind a játéksebességéből, mind a passzokból. Legalább látjuk és le tudjuk szűni belőle a pozitív dolgokat, akkor úgy gondolom, hogy az 5-2-es vereség ellenére egy pozitív, pozitív, pozitív mérleget tudunk vonni ebből a mérkőzésből. És ezeket a pozitív dolgokat akár már a csütörtöki mérkőzésre kilemezve tudjuk hasznosítani, akkor csütörtökön győztesen tudjuk elhagyni a pályát. A magyar válogatott sorsa a futszalábén már csütörtökön eldől, amikor is a kétszeres ezüstérmes Ukrajnával mérkőznek a csoport második helyéért. Szerbia csapata második mérkőzését szombaton játsza a Portugál válogatott ellen.